Üdvözöllek a 180 nap alatt a Bibliánál sorozatunk 25. napján. Kinti rossz idő miatt beszorultunk, de be fogok vágni egy felvételt, ami kint készült, miközben még virágzott a fa. Ami egyébként kapcsolódik is ahhoz, amiről ma fogok beszélni. Mai igénk Mózes 5. könyvének 28. fejezetének 47-es és 48-as igeverse. Nem szolgáltál Istenednek az Úrnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven volt mindened, éhezve és szomjazva, mesztelenül és minden nélkülözve szolgálsz majd ellenségeidnek, akiket rád bocsát az Úr. Kiragadva a szövegkörnyezetből furcsán hathat ez az ige, úgy tűnhet, mintha Isten szeszélyes bosszúálló lenne. De nem erről van szó. Isten és a nép megkötötte a szövetséget egymással, és Isten itt a Mózes 5. könyvének a végén közli a szövetség szegés következményeit. Nem Isten az, aki megpróbál mindenáron bosszút állni a kicsit engedetlen népén, hanem Isten megmondja, hogy ha megszeged a szövetséget, ha teljesen hátat fordítasz nekem, akkor annak mi lesz a következménye? Akkor majd jön egy másik nép, és te azt a másik népet fogod szolgálni, mert én már nem foglak megvédeni attól a másik néptől. És akkor megint csak a szolgaság kenyerét fogod enni. Ez egyébként felfogható Isten bosszúállásának is, aki azt mondja az új szövetségben is, a Római Levél 12. fejezetének a végén, hogy az enyém a bosszúállás, én megfizetek, de Isten bosszúállása, vagy Isten büntetése, az mindig jogos büntetés. A Földön egyedül az ember az, aki nem azt csinálja, amire Isten megteremtette. Minden állat, minden növény pontosan azt csinálja, amire Isten őt megteremtette. Egyik sem lázadt fel Isten ellen. Csak kizárólag az ember ilyen. A méhek gyűjtik a mézet, segítenek a növényeket beporozni. Ha a méhek fellázadnának, akkor nem poroznák be, nem termékenyítenék meg a fákat. Így nem lenne gyümölcs. Egyedül az ember az, aki eldönti, hogy nem azt csinálja, amire Isten őt megteremtette, és ha nem azt csinálja az ember, amire Isten megteremtette, hogy legyen vele kapcsolatban, hogy ő is ugyanúgy, mint mindenki körülötte, figyeljen oda a teremtőre, éljen vele harmonikus közösségben, sőt, szeretett kapcsolatban, olyan kapcsolatban, ami más teremtmény nem is illetett meg, és nem is illetne meg. És ezt az ember elveti, akkor természetesen nem lesz gyümölcse az életének. Nem véletlenül kellett Izrael népét újra és újra emlékeztetni arra a szövetségre, amit Istennel kötött. Mert hogy nagyon fontos volt, hogy pontosan azt tegye Izrael, amit vállalt. Megfeleljen az adott szavának. Isten itt a Mózes 5. könyvének a végén elmondta, hogy tőlem mit várhatsz. Ez az, ami fog veled történni, hogyha velem leszel, ott vannak az áldások, vagy ha elfordulsz tőlem, és ott pedig az átkok vannak. Isten nem csap le hátulról, nem bujkálva lepi meg az embert a különböző dolgokkal. Isten előre elmondja, hogy mi minek a következménye. És pontosan az is a következménye. Ezt nagyon jól látjuk majd később is az igében, hogy amikor teljesen elfordultak Istentől, amikor nem hallgattak az ő szavára, akkor mi történik velük? Illetve mi van, hogyha hallgatnak az ő szavára? És nagyon sok tekintetben ugyanez van a mi életünkben is. Ha elhagyjuk Istent, akkor nagyon sok esetben megnézhetjük magunkat. Mert Isten nem fog könyörögni nekünk, hogy térjünk vissza hozzá. De ha vele vagyunk, akkor teljesen át tudjuk élni a vele való szeretett kapcsolatot már itt a Földön.
Úgyhogy ott vannak az áldások és az átkok. Mindenkinek ajánlom, hogy olvass el Mózes 5. könyve 27. fejezetétől lévő szakasz, a 33. fejezet végéig, és megláthatja, hogy mik az áldások és mik az átkok, amit az Isten mellett való, a vele való szeretet kapcsolatban lévő létből származnak, és mi történik akkor, ha valaki elhagyja őt, ha valaki negligálja Istent, ha valakit nem érdekel az, hogy Isten mit tervezett, miért teremtette meg az embert, és mit tervezett az emberrel. Mert ott vannak annak a következményei. És ez egy olyan választás, amit meg lehet tenni, amit megtehetsz. Isten által áldott akarsz lenni, vagy átkozott akarsz lenni. Minden nap, minden döntésednél felmerül ez a kérdés. Ebből átok, vagy ebből áldások származni? Kívánom mindenkinek, hogy olyan döntéseket hozzon, természetesen Istennel összhangban, a vele való szeretet kapcsolattól átitatva, amik áldásokat hoznak az életébe. Tarts velem a 26. napon is. Remélhetőleg akkor már megint egy külső helyszínen fogunk találkozni. Addig is minden jót!